Szép jó reggelt, ma december 2-a és a Vlogmas 3. napja van, nem nagyon van még hangom. 9 óra van egyébként, szóval nincs annyira korán, meg elkészültem már, meg minden, de nem beszéltem még sokat. Most éppen készülök reggelizni, egy zapkását csináltam magamnak, nem különösebben csinos, de a zapkásába raktam egy kis juharszirupot, nagyon keveset vaníliaromát, fahéjat, abból jó sokat. Sok fahéjat fogyasztok, mióta megtanultam, hogy ez egy nagyon jó gyulladáscsökkentő fűszer, és raktam még rá banánt, meg mandulát, meg magyaróvajat, úgyhogy ezt most gyorsan megeszem, illetve készül már a gyömbérteám, még miközben iszom a kávémat, és maradt 3 darab mandarinom összesen, úgyhogy ezt fogom még megenni reggelire. És aztán valamikor orvosolni kell ezt a problémát, hogy nincs itthon több gyümölcs, még egy-két banán van, de almakörte, mandarin, narancs, ilyenek nekem nagyon kellenek télen, úgyhogy majd valamikor el kéne menni a boltba. Viszont ma a nagyobb és legfontosabb program, hogy jön át hozzánk Viki, ugyanis fel fogjuk venni az új podcast epizódot, ami most vasárnap fog majd kikerülni, tehát ezt a videót előbb látjátok. Ez megint egy kicsit az egészséges kapcsolatokról szól, és a kommunikációról, de most inkább az online térben, úgyhogy még fel kell készülnöm majd nekem is egy kicsit a témából, visszaszednem a gondolataimat, mielőtt ideér Viki. És van egy másik videó is, amit közösen fogunk csinálni, amit majd meg kell terveznünk, meg kell beszélnünk. Viszont mielőtt mindezt elkezdjük, majd együtt fogunk ebédelni, és rendelünk ebédet valahonnan. Ez az alternatívája annak, hogy közösen elmegyünk valahova kajálni, úgyhogy végre pattáit fogok enni, amit lehet, hogy indokolatlanul várok már. Viszont azt akartam még elmondani így a vlog elején ma, hogy egyrészt nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a sok pozitív visszajelzést az első Vlogmas videóra. Nem tudjátok, hogy mennyit segít abban, hogy motivált legyek és az maradjak, ugyanis tegnap még este 10 és 11 között megvágtam a mai Vlogmas videót, miután elolvastam a lelkes kommentjeiteket. Nincs még teljesen kész, még zenét kell raknom alá, meg mindig átnézem még egyszer az egészet, egy lehet, hogy egy kicsit módosítok rajta. Úgyhogy ez lesz az első dolgom, miután megettem a reggelimet, és aztán utána nézek a podcast témájával kapcsolatos dolgoknak, meg összeszedem tényleg a gondolataimat. Úgyhogy ezek a legfontosabb tervek mára, de van még egy-két dolog, amit muszáj lenne rendszereznem, meg tervezgetnem, úgyhogy majd ezekről is mesélek akkor. Szóval közben rájöttem, hogy elfelejtettem bedugni a mikrofont a kamerába a mai első kliphez. Gratulálok, Júlia! Pedig konkrétan azért vettem a kamerát, hogy dughassak bele egy mikrofont, és jobb legyen a hangminőség. Se baj, ilyenek elő fognak fordulni. Az elmúlt 3-4 órában csak olyan dolgot csináltam, amit nem annyira érdemes vlogolni, ugyanis néhány együttműködéshez kellett befotóznom dolgokat, megírni hozzájuk a szöveget, és elküldeni jóváhagyásra, és ez úgy néz ki, hogy fotózok, ami egyébként is hülyén néz ki, és aztán ülök a laptop és a telefon előtt felváltva, és azt nyomogatom, szóval ezt nem akartam vlogolni nektek, de gondoltam megmutatom, hogy az egyik az a Mádara új rúzsaival kapcsolatos, amik 100%-ban vegánok, Ecosert Cosmos Natural minősítéssel rendelkeznek, és 4 darab szín van, mindegyik nude, de vannak ilyen világosabb, sötétebb árnyalatok. Most az én számon, nem tudom mennyire látjátok, a 32-es árnyalat van, és ezek ilyen nagyon-nagyon krémes, ápoló hatású rúzsok, de ami talán a kedvencem benne, hogy egyrészt fém a tartója, ami tök jó, nagyon elegáns, és ilyen mágneses. Látjátok? Nagyon izgi. A másik, ami nekem megvan, az a 33-as árnyalat, ami egy kicsit ilyen kicsit más szín, nem annyira fogjátok így látni, tudom, bocsánat, ez nagyon bénzsa. Na mindegy, szóval ezeket fotóztam be, meg egy kis videót is csináltam hozzá, megszerkesztettem őket, bár még a videóval nem végeztem. Szerkesztés alatt nyilván nem azt kell érteni, hogy a Photoshoppal szedem ki a ráncaimat az arcomról, csak egy filtert szoktam rárakni mindenre, ami kimegy az Instagramra. Ez a VSCO-n belül az A4-es, ha esetleg érdekel titeket.
van egy előfizetésem ott, és ezért kb. Minden filtert tudok használni, de így kb. Fél évenként van egy, amit fixen használok, és ennyi. Tehát más nem szerkeztek, egy kis fényerőt rakok rá maximum, vagy a kontrasztot változtatom. Photoshopolni a szó szoros értelmében nem szoktam soha a képeket, meg a videókat sem nyilván. Aztán feltöltöttem a mai vlogmast, ahhoz is csináltam thumbnailt, meg azt is kitöltöttem, illetve jövő héten lesz egy livestream a vlogmast keretein belül, ahol kreatívkodni fogunk. Átjön egy lány, szigorúan maszkban, aki ilyen kaligrafikus dekorációt, majd ezeket helyesbíti nyilván fogunk elkészíteni együtt, és akár veletek is együtt, úgyhogy ezt tökre várom. Illetve be fogjuk venni Dávid stúdióját, mert az a helyzet, hogy az van úgy berendezve, hogy könnyen lehet két kamera képet mutatni a livestreamben, egyet szemből, egyet arról, amit mi csinálunk, úgyhogy át is kell majd pakolnom ott mindent. De megengedte, hogy használjuk, úgyhogy innen is köszi, baby. Ja, úgyhogy ez a helyzet, és most, mivel Viki kb. Fél órán belül itt lesz, ezért gyorsan megrendelem az ebédet nekünk, hogy kb. Ide érjen, mire ide ér. Igen. Illetve megjöttek a párnáim, amennyire látjátok. Van ilyen világos menta zöld színű, illetve van ez a másik, ami nevetségesen jól megy a függönyhöz. Nem tudom, mennyire látjátok. Szóval erre gondoltam, hogy nem karácsonyiak kifejezetten, de nagyon passzolnak a karácsonyi dekorba is, illetve majd utána is a szobának a színeibe, amit szeretnék csinálni. Ó, igen, és még ezt akartam mutatni, mert ezt most hozta egy géles futár. A Tervező Design nevű márka küldött nekem valamit. Ó, wow! Nem számítottam rá, és nem tudtam róla, csak megvan neki a címem, és gondolom ezért tudott így meglepni. Ez egy karácsonyi ünnepi tervező, amiben bele lehet írni minden fontos dolgot. Tennivalók, menü, kívánságlista, bevásárlólista. Nagyon köszönöm, egyébként gyönyörű szép, mint minden terméked nyilván, és használt is fogom venni, mert hogy folyamatosan jár az agyam, elsősorban ajándékokon, hát ez fantasztikus, mert hogy nyilván képeslapot is akarok majd mellé küldeni, úgyhogy biztos, hogy ezeket fogom használni. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves vagy. Na jó, most akkor megyek... hova is? Ja igen, még van néhány videó, amit be kell fejeznem, ilyen Instagramra kerülő kis videó. És aztán rendelek ételt, és hamarosan jön Viki, és még nem készültem nagyon sokat a podcastre, úgyhogy azt még gyorsan megteszem, amíg ide ér. Ja, majd jövök. Na, megjött a Viki! Sziasztok! Megjött az étel. Hála égnek. Én ma még nem ettem semmit. Komolyan? Komolyan. Tehát ez nem szabad. Aj, tudom, de nem vagyok egy ilyen reggelizős ember. Én is mondjuk csak az apkását ettem, és az tipikusan olyan étel, hogy egy óra múlva megint éhes vagyok, úgyhogy... Meg különben is azt mondtam, hogy 1:45-re itt leszek, és azt mondtad, hogy szóljak előre, hogy mit szeretnék, mert előre megrendeled, ehhez képest, mikor ideértem, még mindig nem rendeltem. Igen, már előfordul az ilyesmi. Nem baj, direkt úgy számoltuk, hogy legyen idő felvenni a podcastet is, meg csak úgy beszélgetni is, mert hogy Viki majdnem az egyetlen ember, aki benne van ebben a bubble-ben, akivel még találkozunk személyesen. Úgyhogy muszáj kihasználni, hogy az ember élőben lát valaki mást. Igen, ez ilyen megegyezés, hogy mi egymással találkozhatunk, mert én se találkozok senki mással. Mm. Ez kell a mentális egészségünk miatt. Igen. Meg amúgy simán, tehát voltak nyilván epizódok, amiket online vettünk fel, de azért jobb, csak egyszer fordult elő, hogy újra kellett venni az egészet, mert az egyik hangsáv nem volt jó, de hogy azért jobb személyesen együtt lenni. Igen, sokkal. Meg szerintem a beszélgetés is tök más. Igen. Annyival közvetlenebb, hogy nem ülünk a fejhallgatóval a fejünkön a saját kis íróasztalunknál. A pizsamánkban. Igen, mondjuk az elég király. De hogy valahogy megvan ennek a rituáléja. Uh-huh.
Illetve meg kell beszélnünk egy videót is, ugyanis lesz egy Vikis közös videó is, legalább egy. De csináltunk többet is, simán. A vlogmezben idén. Úgyhogy, mármint ha érdekel, ha benne vagy. Igen. Szeretek veled időt tartani. Úgyhogy annak most csinálunk még egy storyboardot, és aztán utána felvesszük a podcastet, amit nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy mi a témája, de az ilyen online kapcsolatok. Aha, meg így az online, igen, zaklatás, meg ilyenek. És egy nyilván beszélni fogunk benne arról is, ami nagyon nagy vita téma, ez a hogy az online bullying az felmentés-e a szólásszabadság okán. Uh-huh. Tehát, hogy sokan azt mondják, hogy azért oké, hogy leírod kommentbe, hogy remélem meghalsz, mert hogy ez a szólásszabadsághoz tartozik. De hát egy simán véleményi feltés is, hogy milyen kövér vagy mostanában, vagy bármi, érted, az is. Mit nevezünk véleménynek, meg mit nevezünk olyan véleménynek, aminek a kifejtése a te jogod, uh-huh. és mi az, ami meg már felesleges, meg bántó egész egyszerűen. Igen. És ez nyilván minket egy kicsit, mint online tartalomkészítők máshogy érint, vagy talán hatványozottan, de hogy mindenkit érinthet. És na mindegy, erről fog szólni, majd meghallgatjátok az epizódot. Úgyhogy, ja. Viszont muszáj ezt bevennünk megint Dávid stúdióját, mert továbbra is fúrnak és kalapálnak a szomszédban. Ez már örökre így lesz? Nem tudom. Mióta? Amióta már itt, nyáron is. Amióta itt élünk ebben a lakásban, folyamatosan van valami felújítás, mert először a fenti lakást újították fel, az elkészült, eladták, beköltöztek az emberek, és most a szomszédházat fúrják, faragják, ami alapvetően is tud idegesítő lenni, de hogyha abból élsz, hogy videókat gyártasz, meg streamelsz, akkor tud frusztráló lenni, hogy úgy mondjam. Igen. Mindegy, eddig is nyilván megoldottuk, meg most is megoldjuk, meg a vlogmas amúgy is ilyen, hogy majd néha fúrnak a háttérben, ez van. Ja, de ezért a podcast az, aminél igen. igyekszünk így a minőséget megtartani, úgyhogy nem tudom, Dávid mennyire fog örülni, de... Szerintem fel van készülve rá, hogy... Jó, tudom, hogy még van dolga, amit ma meg kell csinálni, és azt meg tudja csinálni, amíg mi felvesszük a podcastet. Viki elment, felvettük az epizódot, és beszélgettünk is előtte, ami nagyon-nagyon jó volt, mert tényleg nem látok élőben embereket, de jól lefárasztott egyébként most ez a felvétel, mindig lefáraszt, de most valahogy nagyon kedves, köszönöm. Illetve feltöltöttem gyorsan a mai vlogmast, és még nagyon-nagyon küzdök egy videóval, egyszerűen nem tudom a telefonomra átküldeni valami miatt, vagyis nem tudom letölteni a telefonomra, de azt még szeretném megcsinálni és elküldeni, meg közben kaptam még néhány e-mailt, amikre jó lenne válaszolni, és aztán valaki még igazán el is mosogathatna. Eli, van kedved mosogatni? Az a baj, hogy egyébként megtenné, lerakom a földre és elnyalogat mindent nagyon szívesen, csak nem biztos, hogy abból akarunk enni utána, az a baj. Tudod? Tudod? Viszont ma este arra gondoltam, hogy milyen klassz lenne egy kicsit úgy koncentrálva pihenni. Megnézni valami jó kis filmet. Megnézzünk valami jó kis filmet? Igen. Bebújsz anya mellé a kanapéra? Jaj, persze, most meg elmész. Na jó, szóval... innen látszik is a mosogatnivaló. Bizony.
azzal megküzdök. Aztán lezuhanyzom, felveszem a legpuhább dolgaimat, és nézek valamit. És megpróbálom megvágni még ezt a videót. Amúgy nincs olyan kis, 5 óra van még csak, de vak sötét. Úgyhogy most még egy pár órát biztos, hogy dolgozom, de ilyen laptop meg telefon nyomkodós lesz, úgyhogy azt nem érdemes annyira néznetek. Most egyébként a Földön csinálja ugyanezt a nyomulást, csak nem akarja, hogy legyen róla videós bizonyíték. Szóval, ja, megvágom ezt a videót, és majd jelentkezem még. Na, megoldottam a technikai problémákat, és sikerült befejeznem, amit még kellett, és el is küldtem, illetve posztoltam az alapítvány Instagram oldalára, van most egy ilyen 21 napos öngondoskodós kihívás, amit csinálunk. Egyébként simán lehet, hogy néhány infót meg fogok majd ismételni videókból, mert nem emlékszem rá, hogy mondtam-e már, vagy nem. És most lezuhanyoztam, csináltam magamnak egy kis vacsorát, ami igazából egy saláta, van benne paradicsom, újhagyma, egy kis halapenyó, mert van némi halapenyó mániám. Sütöttem hozzá édesburgonyát sütőben, úgyhogy csak raktam rá olívaolajat, meg borsot, meg egy kis csilit, illetve van itt kukorica, meg ilyen mag, salátamag keverék, és raktam rá olívaolajat, balzsamecetet és egy kis juharszirupot, ami lehet, hogy néhányatoknak kicsit fura lesz, de szerintem én nagyon szeretem, amikor így keverednek az édes savanyú csípős ízek, úgyhogy ezért szoktam így csinálni, illetve erősen folyadék fogyasztásban vagyok, mert már nem sok vizet ittam, nem vagyok ebben mindig nagyon ügyes, és most iszom meg csak a málna teámat is, és ma még fogok egy borsmentát majd este, az mindig az utolsó dolog, amit eszem vagy iszom. És most elköszönök tőletek, meg fogom még vágni ma este ezt a videót. Lehet, hogy ez most nem lett olyan izgi, mint a tegnapi, mondjuk, vagy a tegnap előtti, de nem baj, ezt meg kell szoknom, ugyanis nem lesz minden nap nagyon izgalmas, lesz, amikor csak ülök a gép előtt és nyomkodom, és számotokra ez nem annyira érdekes talán, de erről szól a Vlogmas. Viszont nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok, hogy ekkora szeretettel fogadtátok az eddigi 2 videót. Nagyon örülök neki, hogy szeretitek őket, és ez rengeteg sok motivációt ad nekem, ezek a pozitív üzenetek meg visszajelzések. Illetve ma volt a Spotify maragta ki szerintem mindenkinek az ilyen éves összegzését, úgyhogy rengetegen küldtétek Instagramon azt, hogy a Párnacsata Podcast a top 5-ben, vagy leginkább a top 1-ben volt nektek idén, és hogy milyen sokat hallgattátok, és borzasztóan hálásak vagyunk ezért, nagyon-nagyon jó volt látni. Köszönjük szépen azt, hogy itt vagytok velünk egész évben. Nagyon jó úgy csinálni valamit, hogy ennyire jók a visszajelzések rá, úgyhogy tényleg nagyon megéri, és nagyon boldogok vagyunk ettől. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani. Talán. Jól van, holnap találkozunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és legyetek jók. Sziasztok!